megfogta Framfjord zicserét! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ja! 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 Szerintem már az is óriási fegyvertény, hogy a csapat egymást követő két évben bejutott a döntőbe, és ez már tény, ez már elvehetetlen. A címvédés az egészen elképesztő bravúr lenne. Nem feltétlenül tartom hátránynak, hogy hazai pályán kezd a csapat, éppen azért nem, mert annak is megvan a lélektana, ahogy sikerült az oroszok ellen is többször nekiugrani a lélekben felkészületlen ellenfél torkának. Az ellenfél nem csak a Fradi ellen nem lesz tényleg felkészülve, hanem arra fogadtatása sem, hogy majd a lelátóról rázódul. Az első 20 percben ennek a lehetőségét, az esélyt kihasználni, talán megrogyasztani egy kicsit a csapatot, és szerezni egy olyan előnyt, ami szakmailag is, lelkileg is egy nagyon komoly muníciót jelent a visszavágóra. A kézilabda ilyen szempontból azért jó sportág, mert hiába nagyon erős az ellenfél, ha nem tér maga az 30 percen keresztül, akkor már a veszett fejszényre utáról. Nagyon bízom benne, hogy a csajok meg tudják csinálni. Én úgy érzem, hogy a tavalyi az nagyon szuper volt, hogy megnyertük, de az idei formánk úgy érzem sokkal jobban egybe van a csapat, és sokkal jobb formában vannak, sokkal kiegyensúlyozottabb a játékunk. Igen, ez a Viborg is jó csapat, de nem verhetetlen. Láttam az előző mérkőzésüket, tehát egy jó játékkal abszolút elkaphatóak. És igaz, hogy a második meccs Viborgban van, az annyira nem pozitív, de nagyon bízom a csajokban, hogy egy ugyanilyen rajtal el tudunk indulni, mint az oroszok ellen, és akkor rendben lesz. Persze felvetődik, hogy jobb csapat a Viborg, mint a Fradi. Én azt mondom, hogy ezt így kijelenteni kategórikusan nem lehet, de az sem, hogy a Fradi jobb a Viborgnál. Az viszont biztos, hogy az ellenfél, éppen azért, mert tavaly a nyolcaddöntőben ilyen körülmények között kivertük, az általunk vártnál és a szokásosnál lényegesen nagyobb vehemenciával és eltökéltséggel készül a kekdöntőre. Nagyon-nagyon sajnálom, mert nem fogok tudni valószínűleg ott lenni, mert a gyerekekkel megyek országos döntőre, a 2000-es korosztályommal megyünk Szeghalomra, ez 3 napos országos döntő lesz, úgyhogy nem tudom, hogy végzünk. Ha végzünk, akkor mindenképpen át fogunk rohanni és szurkolunk a csajoknak, de ha nem, akkor a tévé előtt nagyon-nagyon csuriba leszünk és nagyon szurkolunk. A Viborgot is sajnos oda se fogunk tudni kimenni, mert ott meg OSB döntő van, úgyhogy most nekünk itt a gyerekversenyek májusban szinte minden hétvégénk tele vagyunk, úgyhogy nem fogunk tudni sajnos kimenni, de hát teljesen az összes erőnket oda küldjük, úgyhogy nagyon szurkolunk.